Sziasztok, Zoboki Tamás vagyok, és most megmutatok nektek egy gyakorlatot, amit a Mr. Olympiától lestem el. A kar nekem mindig problémás testrész volt, és a kar tömegének kétharmadát a triceps adja. A gyakorlat lényege, hogy csigán leutánozzuk a fekve francia rudas triceps nyújtást. Így folyamatos lesz a terhelés, a felső holdponton is folyamatos terhelést fog kapni a triceps, valamint az sima előrehajolós fej mögötti triceps nyújtáshoz képest, mivel a hátam meg lesz támasztva a csigán, ezért jóval nagyobb terhelést is fogok tudni használni. A gyakorlat lényege, szűk fogantyút választok, betámasztom a hátamat a csigán, kinyújtom, elhelyezkedek, vállakat hátra húzom, kart picit előre húzom, beengedem, majd kinyújtom. Könyökök, illetve a felkar maradjon párhuzamos végig a gyakorlat során. Ami nagyon fontos, a végponton teljesen nyújtsuk ki a könyököt, így tudjuk megfeszíteni teljesen a tricepset. A gyakorlat lényege a normál fejfeletti triceps nyújtáshoz képest, hogy jóval nagyobb terhelést tudok alkalmazni, mivel a hátamat megtámasztom a vázon. A folyamatos feszülés mellett a lehető legnagyobb súlyt fogom tudni használni. Így ötvözve a fekve francia rudas triceps nyújtást és a csigás letolást. A fekvő triceps nyújtással ellentétben itt nem hátul tartjuk, hátradöntve tartjuk a felkarunkat, hiszen így nem tudnánk megfelelő megnyúlást elérni, hanem egy picit meghúzzuk lefelé, és itt tartjuk fixen. A gyakorlatot Brandon Currytől lestem el, viszont azt nem láttam, hogy ő milyen ismétlés számot, illetve súlyt alkalmazott, így a saját módszereimhez szabom a gyakorlatot. Jelenleg minden triceps edzésem alapgyakorlata ez, 6 és 20 közötti ismétlés szám tartományban alkalmazom. Triceps edzésnél mindig van egy izolációs gyakorlatom, ami triceps nyújtás kötéllel. Az elején még ugye ki fogjuk tudni nyújtani a tricepsünket teljesen, a végén már ezt nem tudnánk megcsinálni, ezzel bemelegítjük a könyököt, előfárasztjuk a tricepset, és ez szokott lenni általában a második gyakorlatom. Bizonyos izmokat nem a legegyszerűbb érezni edzés közben, ezért én folyamatosan kísérlet ezek a gyakorlatokkal, ameddig meg nem találom a számomra megfelelőt.